Ismét eltelt egy év, 2020 év végét érjük, és sosem gondoltam volna, hogy ez a tárgy, egy maszk lesz az, amelyik ebben az évben a legfontosabb dolog lesz az életünkben. Úgy vagyunk ezzel, mint az a régi sztori, hogy az idős bácsit fölvitték repülőre, és azt mondja, hogy ezt gondoltam, ezt nem gondoltam. Úgy vagyunk a 2020-as évvel mi is. Azt gondoltuk, hogy nehéz lesz. Azt is gondoltuk, hogy sok mindent szeretnénk megvalósítani. Azt viszont nem gondoltuk, hogy az egész évünket egy koronavírus járvány nevű dolog fogja meghatározni. Azért ennek az évnek a végén mégiscsak az a legfontosabb, hogy mindenki még egy kicsit tegyen rá, még egy kicsit vigyázzunk egymásra, és a következő év elején, ha a vakcina megérkezik, akkor reméljük, hogy a következő 2021. év az meghozhatja azt az eredményt, amit mindenki várt a 2020-astól. Így hát azt kívánom mindenkinek, hogy teljesüljenek a tervei, a vállalkozóknak azt, hogy ezt az évet valahogy éljék túl, és a 2021-es év az legyen jó a számukra, és minden más embernek azt kívánom, hogy boldog, békés és eredményekben gazdag új esztendő legyen. Vigyázzunk egymásra, és a maszkot még hordjuk.